Tears. A holdnak tenger illata van, a földnek ember illata van, az olajnak arany illata van, a betonnak dzsungel illata van. Március című dalunk, ugye a legújabb lemezünkön, a Weekenden található. Ez egy nagyon régi ötlet volt, ez a dal, már jó 3-4 évvel ezelőtti. A zenéjét a Kubányi Bálinttal, billentyűssel csináltam, és már volt egy szövegötlet, egyfajta geg, ami ezt a számot is körülveszi, és akkor egyszer csak ez kipattant belőlünk, megcsináltuk, elővettük ezt a számot, és rákerült az új lemezre. Álljunk össze, legyen ez egy csoportkép, páron súgtak a fülembe dolgokat, ilyen szépeket, meg néha olyanokat. A hangszerelésében és mondanó valójában is egy kicsit elüt a tőlünk elvárható dolgoktól, egy kicsit szoftosabb, könnyedebb dolog, de benne van ez az életigenlő tavaszvárás, és a, hát hogy mint zenészek mi is akkor szárnyalunk a legjobban. A március érzem a januárban. A március érzem a januárban. A videoklip kommentek a YouTube-on inkább a negatív irányba mennek el, de úgy vagyok ezzel, hogy lehet, hogy a csomóan tőlünk megint egy nagyon húzós punk rock nótát vártak, de ez a dal is mi vagyunk. Szerintem ez mindig úgy van, hogy legalább annyi újrajongót is szerzel egy dal, amit esetleg el is vesztesz ideig, óráig. Dolgokat egy kicsit vicces az egész, egy kiki kérte, tudom neked egyszer is elég, popo, most nem szóltad, erre ragad, mint a mész, de eszisz itt a fejem, mikor hazamész. 2019-ben 17 éves a zenekar. Kitaláltuk ezt, hogy mindenki az 5, 10, 15, 20, 40, stb. Ilyen évfordulókat ünnepli, akkor miért ne ünnepeljük mi a 17. évfordulónkat. Tulajdonképpen az egész évet körül fogja ölelni ennek a szellemisége. A koncerteken sok régebbi dal is elő fog kerülni, amit már jó 8-10 éve nem játszottunk, amit egyébként folyamatosan kérnek tőlünk a rajongók. Érdekes ez a 17 év, mert benne lenni ebbe a 17 évben az egyáltalán nem hangzik olyan hosszúnak, mint az ember kimondja, hogy 17 éve van egy zenekar. És hát valahogy mindig más korszakok, időszakok voltak, mindegyik lemezt, vagy éveket más attitűd jellemezte tőlünk is, hát az ott azért kicsit bennőtt a fejünk lágya, bár ezt nem mondanám, hogy nagyon megkomolyodtunk volna. Hova megy ki? Ki hova megy? Mire megy ki? Ki mire megy? Hova megy ki? Ki hova megy? Mire megy ki? Ki mire megy? Pörgünk ezerrel, és próbálunk ugyanolyan lendületesek maradni, mint az előző 17 évben. Sokat változik az ember, meg emberek jönnek, mennek, ugye nálunk volt dobosváltás is, plusz lett új tag is. Ezek mind egyben izgalmas, egyben szomorú dolgok is bizonyos részei ezeknek a dolgoknak, de ezeket meg kell élni, és tovább kell haladni, és szerintem tök jó lesz a következő 17 is, remélem.